Sziasztok! Ez az ötödik videó. A mai napon a diszpáziáról szeretnék nektek egy kicsit beszélni. Mit is jelent? Annyit jelent, hogy illeszkedési zavar, rosszul illeszkednek össze a csontok. Milyen diszpázia van? Könyök, váll és csípő diszpázia van. Ezeknél mind-mind van szűrés. Nagyon fontos, hogyha úgy látjuk, hogy kutyánk már kölyök korában sántikál, érdemes elvinni a szűrésekre, hogy minél előbb kiderüljön, hogy mi az oka ennek, mert minél hamarabb kiderül, annál hamarabb el lehet kezdeni a rehabilitációt. Fontos tudni, hogy ez a betegség, ez mindvégig fenn fog állni a kutyánál, viszont el lehet érni azt, hogy teljesen tünetmentessé váljon, és így teljes életet élhessen a kutyus. Annyit kell tudni erről, hogy a diszpáziában szenvedő kutyusoknál nagyon-nagyon fontos az étrend, mert nem lehetnek túlsúlyosak, vagyis nem lehet rajtuk semmilyen plusz felesleg, mert árt az ízületnek. Jó, ez nagyon fontos, ilyenkor érdemes a orvossal konzultálni, hogy mit javasol, hogy hány kilogramm legyen a kutyus, és hogy milyen étrendet javasol, ez az egyik. A másik, hogy járjunk folyamatosan masszázsra a kutyussal és hidroterápiára. Mind a kettő nagyon-nagyon jó hatása van a diszpáziára. Jó, és ami még fontos, amit még tudunk tenni, hogy még jobb közérzete legyen a kutyusunknak, az pedig a porcerősítő és csonterősítők. Már kölyökkorban el lehet kezdeni ezeket szedegetni a kutyáknak. És ezzel a kombóval azt kell, hogy mondjam, hogy teljes életet élhet a kutyus. Azt viszont tudni kell, hogy túlmozgatni nem szabad a kutyát, mozgatni kell, szabad is, lehet futkározni is, de túlzásba nem szabad vinni, vagyis meg kell szabni egy határt, hogy mennyit engedünk kutyusunknak. Ha már látjuk, hogy fárad, akkor nem kell túlnyomni, hanem akkor legyen elég, és akkor inkább többször vigyük le sétálni a kutyusunkat, mint hogy egyszer túlságosan túlterhelje magát, mert az sem tesz jót a diszpáziának. Ennyit szerettem volna a mai napon nektek mondani. Ami fontos még, hogy mindenféleképpen orvosra konzultáljuk, hogyha látjuk a kutyánkon, hogy már kölyökkorban sántít, ő el fogja mondani, hogy a szűréseket mikor végzik el, melyik időszakokban kell visszamenni, és mindenkinek javaslom tényleg, hogy ezt vegye komolyan, mert rosszabb, ha felnőtt korban derül ki a diszpázia, ami már előre haladottabb, ugyanúgy lehet rajta segíteni, viszont a gyógyulási idő még hosszasabb. Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot nektek!